Adományátadás a két agyvérzésen is átesett 11 hónapos Patak Narát támogatta a Greiner Biovan Hungary Kft. 15. karácsonykupa pincér, szakács, cukrász és turisztika szakákban versenyeztek a Glück iskolában. Kistérségi vers és prózamondó verseny, 35 diák vett részt a megmérettetésen. Köszöntöm Önöket, a Mosó Magyaróvár TV híradóját látják. A 11 hónapos koraszülött Patak Narát és családját támogatta a Greiner Biovan Hungary Kft. A kislány két agyvérzésen is átesett, ami miatt többször műtötték. Jelenleg egy beültetett sönt vezeti az agyából az agyvizet, a kezelések és a gyógyszerek viszont anyagilag is megterhelik az öttagú családot. A vállalat ezért a támogatás mellett fontosnak tartotta, hogy a család története minél szélesebb körbe eljusson. Érdeklődve figyel a kis Nara, mindössze 11 hónapos, de már is számos megpróbáltatáson esett át. Koraszülöttként jött a világra, idén januárban. Édesanyjánál ugyanis a terhesség 25. hetén beindult a szülés, így Nara a vártnál 3 hónappal korábban született. 3 hétig a koraszülött osztályon küzdöttek az életéért, 840 grammal született, és ugye 2 agyvérzése is volt. Tehát 3 hónapot még a kórházban töltöttünk, sikerült nekik ugye életben tartani, etetni, szondán és lélegeztetőn is volt majdnem 1 hónapig, de hál' Istennek elkezdett fejlődni. Az agyvérzések miatt a kislány agyában képződött agyvíz nem tudott megfelelően felszívódni, így az agyvíz elvezetését egy sönt beültetésével kellett megoldani. 1,5 hónaposan bekerült neki egy ideiglenes sönt, aztán később kiderült, hogy az nem működik, tehát véglegesre lett volna szükségünk, így azt be is rakták. Voltak komplikációk, mert sajnos bevérzett és nem mozgott a fél arca, tehát lebénult a fél arca, akkor azt újra ki kellett sajnos venni, és egy ilyen drén volt neki 4 hétig, azon tisztult az agyvíz. Nara hónapokat töltött a kórházban, de a kislány nem adta fel a harcot, élni akart. A végleges söntöt nemrégiben ültették be, így az édesanyja reményei szerint több beavatkozásra már nem lesz szükség. Az agyvérzések miatt viszont még bizonytalan, hogy Nara képes lesz majd járni és beszélni. A Patak családot anyagilag is megterhelik a kezelések és a gyógyszerek költségei, hiszen Narának egy nővére és egy bátyja is van. Az anyagi nehézségek egy részét vállalva a Greiner Biovan Hungary Kft. Pénzösszeget adományozott a családnak, amit december 8-án adtak át. Hosszú évek óta minden karácsony előtt adunk egy bizonyos összeget egy rászoruló családnak, akik átmenetileg vagy bármilyen más módon bajba kerültek, és hát azt gondolom, hogy ez erkölcsi kötelességünk, hogy segítsünk azoknak, ha képesek vagyunk rá, akik rászorulnak. A vállalat a támogatás mellett fontosnak tartotta, hogy Nara története minél szélesebb körbe eljusson. A kislányt hetente 2-szer viszik mozgásfejlesztésre, 1,5 éves kora után pedig a Borsóház Rehabilitációs Intézetbe szeretnék elvinni. Szeretnénk egy ilyen felmérést, hogy akkor a Nara hol tart a fejlődésben, hát addig is a dévénytornára járunk, ahogy tehetjük, oda eljárunk, aztán a Borsóházba szeretnénk elhordani, hogy azért a beszéd és a járás az majd neki ne okozzon problémát, mert úgy mondták az orvosok, hogy nem valószínű, hogy fog tudni, de bízunk benne, és reméljük, hogy fog tudni járni és beszélni is. A Borsóház kezeléseinek azonban több 100 000 forintos költsége van az utazással együtt. Emellett folyamatos orvosi vizsgálatokra kell járniunk Narával, és a gyógyszerek is jelentős kiadással járnak az 5 tagú család számára. Aki segíteni szeretné a Patak családot és Nara gyógyulását, hogy esélyt kapjon egy minőségibb életre, az megteheti a képernyő alján látható bankszámlaszámon. Szakács, cukrász, pincér és turisztika szakákban is versenyeztek december 8-án a Glück Frigyes iskolában. A Karácsonykupa elnevezésű szakmai versenyt immár 15 éve rendezik meg a Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamarával közösen. Tízteríték az asztalon, látványos koktélok a pulton, a tankonyhában pedig készül az ünnepi menü. A Glück iskola 15. alkalommal szervezte meg Karácsonykupa elnevezésű versenyét.
A népszerű szakmai megmérettetést a Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara és az iskola közösen szervezi meg minden évben. A kamara térségi elnöke elmondta, egyre fontosabb a karácsonykupa megszervezése, hisz ezáltal tudják megszólítani a szakképzésben érdekelt diákokat, akikre a mai munkaerőhiányban egyre nagyobb szükség van. Nagyon-nagyon jó, hogy a kamaránkban vannak olyanok, mert hát mindenhez kell egy motor, és Czakó Csaba és Kulacs Zoltán tényleg olyan motorjai ennek a rendezvénynek, ami hát nem véletlenül tart 15 éven keresztül. Természetesen a motorra mindig ahhoz van szükség, hogy valami elinduljon, de hát kellenek az iskolák, a felkészítő tanárok és a gyerekek, mert hát a gyerekekben a lelkesedést is valakinek bele kell táplálni, és az összes szakmát szeretnénk a térségben megjeleníteni. A karácsonykupa a köszöntő beszédekkel vette kezdetét, amit aztán Bakos Bulcsú, az intézmény vezetője nyitott meg. Az idei évben a diákok 4 szakmában és 10 kategóriában mérettették meg magukat. A szakmáink közül mindegyik megmérettetezik, ilyen például ugye a szakács, a pincér, a cukrász, és most már a harmadik éve, hogy a turizmus is a palettán van. Mi a cél ezzel az eseménnyel? Igazából az, hogy a gyerekek meg tudják méretetni magukat mindenki a saját szakmájában, illetve a kicsiknél még egy kicsit pályorientáció is, hogy melyik szakma áll a szívükhöz közelebb, és akkor abba a szakmába azt a szakmát fogják választani. Egész délelőtt komoly munka folyt az iskolában, mindenki a legjobb tudása szerint teljesítette a feladatokat. A pincéreknek sem volt egyszerű dolga, centiméterre pontosan kellett elhelyezniük a kanalakat, villákat, késeket az asztalon, a dekorációban pedig a karácsonyi témakört kellett figyelembe venni. Nagy precizitással készültek a koktélok is. Külön teremben versenyeztek a turisztikai technikus diákok, ezzel a szakterülettel ugyanis tavaly bővült a karácsonykupa. Ebben az évben már 2 kategóriát is tudtunk indítani. Az első kategória az inkább a kezdőknek a kategóriája. Ott a Magyarország karácsonyi népszokásait kell a tanulóknak bemutatni, és ezen belül pedig egy turisztikai régiónak a sajátosságait. Míg a második kategória az kicsit kapcsolódva a névadónkhoz, egy glükfrigyes emlékutat kell a tanulóknak megszervezni. Ez már nyilván a haladóbb, tehát a 11-12. Évfolyamosok kategóriája. A cukrászok is aprólékos munkával készítették a torta díszítő elemeit. Volt, aki pingvint, más karácsonyfát, vagy Mikulás sapkás kacsát formázott marcipánból. Az ízek mellett a látványra is nagy hangsúlyt fektettek a versenyzők, nem hiába, hiszen egy szakmai zsűri értékelte a feladatokat, a legjobbakat pedig kupával díjazták. Több mint 2 évtizeddel ezelőtt rendezték meg először a kistérségi vers és prózamondó versenyt, azóta pedig minden év decemberében várják az általános iskolák felső tagozatosait a Fehérló Közösségi Házban. Az eseményt a Moson-Magyaróvári Kulturális Egyesület szervezte, amire idén 35 diák jelentkezett. Idén 26. alkalommal adott otthont a Fehérló Közösségi Háza kistérségi vers és prózamondó versenynek, ahol a térség általános iskolásainak felső tagozatos tanulói mérettették meg magukat társaik és szakértő zsűri előtt. Az idei évben a Moson-Magyaróvári Kulturális Egyesület szervezte meg a versenyt, a szervezet számára pedig fontos, hogy lehetőséget biztosítson a diákoknak a bemutatkozásra. Mi szeretnénk az iskolai nevelő munkát elősegíteni azzal, hogy ezt a vers és prózamondó versenyt meghirdetjük. Úgy gondoljuk, hogy a magyar nyelv ápolása érdekében nagy szükség van erre a versenyre. Akkor ez is a cél? Igen, ez is a cél, igen. Egyfajta lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a gyerekek magyar irodalommal, magyar nyelvvel foglalkozzanak. A tanulókat egy 3-tagú összeszokott zsűri értékelte, aminek tagjai Kisné Németh Éva, Elburta Zsuzsanna és Vizsi Ferenc voltak. A versenyen idén 35 tanuló vett részt. A versenyzők az eddigi tapasztalatok alapján mindig nagyon felkészültek, a zsűri pedig több szempontot is figyelembe vett az értékelés során. A szép szó nem csak eszközünk, hanem célunk is, mondta József Attila,
és hát mi elsősorban azt fogjuk figyelni, hogy valóban az a vers szép szavakkal szólal-e meg, az a gyermek mennyire tudja átadni a versnek a mondani valóját, a költőt, mennyire érzi közel magához. Természetesen az ő szintjükön, hiszen itt általános iskolás, alsó és felső tagozatosokról van szó. A megmérettetésen a verselők között volt, aki reményik Sándor versét. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha hittelen hiszed, hontalanság odakül nem keserű, mint ideben. Eredj, ha azt hiszed, hogy odakült a világban, nem átsul a lelkedből, ez érző, élő fából az emlékezés új kereszteket. Még más Szabó Lőrinc művét szavalta. Hiába szittam, fenyegettem, nem is hederített rám. Lépcsőnek használta a könyves polcokat egész délután. De volt olyan is, aki modernebb művel készült. Megkérdeztem, hogy legyet miért röpköd és zümmögszünk. Lám a pókcsendben nyugodtan szöveget. Megalapozza a jövőjét. A megmérettetésnek minden évben nagy sikere van, nem csak városunkból, hanem a környék általános iskoláiból is érkeznek szavalók. A remények szerint így jövő decemberben ismét várják az akkor már 27. alkalommal megszervezett kistérségi vers és prózamondó versenyre a felső tagozatos tanulókat. Átadta a Példa Egyesület azokat az ajándékokat, amik a Fogad örökbe egy gyermek karácsonyi álmát akció keretében kerültek a gyermekekhez. Az Egyesület az idei évben is zárt Facebook csoportjában név nélkül hirdette meg a gyermekek kívánságait. A szervezők célja volt, hogy a gyermekek főként játékokat kapjanak, amivel hasznosan tudják szabad idejüket eltölteni. A karácsonyi ajándékokat december 8-án a Lucsony pincében adták át a rászoruló gyermekeknek, idén is több száz kívánságot sikerült teljesíteni a segíteni vágyóknak. Péntek délután hivatalosan is átadták a felújított és kibővített Mosonmagyaróvári jégpályát, ahova már a hétvégén várják az érdeklődőket. A jégpálya szombaton és vasárnap látogatható 10 és 12, 14 és 16, valamint 17 és 19 óra között. A belépés 5 éves kor alatt és 70 év felett ingyenes. Néhány mondatban a hétvége időjárásáról. Szombaton felhős, borult lesz az ég, térségünkben főként esőre kell számítani. Élénk lesz a légmozgás, napközben 4 fokot mérhetünk majd. Vasárnap viharossá fokozódik a szél, kisebb havazás is kialakulhat. Jelentős lehűlés kezdődik, napközben 1 fok lehet majd. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták. Mai hírhátterünk vendége Kocsis Angéla, a Két Fecske alapítója, akivel Horváth Megyesi Kata beszélget. Hétvégén az Óvári Gazdász Néptánc Együttes ideig áll a műsorát vetítjük. Friss hírekkel legközelebb hétfőn 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kollégáim nevében is kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!